A kormánypártok szerint az uniós szankciók nem hozták meg a szükséges gazdasági hatásokat, ezért irányváltásra van szükség, de hogy milyenre, mindjárt kiderül. A stúdióban Juhász Hajnalka, a KDNP parlamenti képviselője, a külügyi bizottság alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Megoszlanak a vélemények a szankciók kapcsán, az unió úgy tűnik ragaszkodik hozzá, Magyarország teljesen, nem is teljesen, de más álláspontot képvisel. Hol lehet a megegyezési pont ezen a téren ön szerint? Mondhatjuk azt, hogy más álláspontot képviselünk, hiszen a brüsszeli elit, amikor a szankciók kérdésében gondolkodott, akkor két területen nem ítélte meg helyesen az elkövetkezendő lépéseket. Az egyik az, hogy a szankció képes lesz-e beváltani azt, ami a célja volt, hogy Oroszországnak fájjon, és Európának pedig kevésbé. A másik ilyen elképzelés volt a szankciókkal kapcsolatban, hogy minél hamarabb a háború békés befejezéséhez vezetnek, valamint, hogy nem terjednek ki az energiaárakra. És azt látjuk, hogy nagyon szoros összefüggés van az energiaválság, az infláció és a szankciók bevezetése között, és a hetedik szankciós csomag után úgy érezzük, hogy ideje átgondolni, hogy hogyan tovább. És arra az álláspontra jutott a magyar kormány, hogy a nemzeti konzultáció a következő lépés, és hogy miért fontos ez. Azért, mert azt érezzük, hogy pontosan a szankciók azok a kérdések, ahol a brüsszeli elit nem kérdezte meg az embereket, hogy mit gondolnak a szankciókról. Támogatják, nem támogatják. Mi az, amit éreznek a mindennapokban? Mert azt gondoljuk, hogy az embereknek erről valóban van véleménye, és ezért fontos a magyar kormány számára, hogy megkérdezze a magyar embereket, mi a véleményük a szankciókról. Ez csak az energiára vonatkozik? Mert úgy tűnik, hogy a szankciók működhetnek, kivéve akkor, hogyha az energiahordozókra vonatkoznak. Jól látom ezt? Igen, ez elsődleges cél az, hogy az energia vonatkozásában lássuk meg, hogy mi a vélemény, hiszen az energiaválság az, ami egész Európát egy recesszióba és inflációba hozta egy ilyen nagyon nehéz helyzetbe, és ezért az a feladat, hogy erre választ adjunk a választópolgároknak, és ami fontos még hangsúlyozni, hogy ezt az Európai Unióban elsőként tesszük, a magyar kormány az első, aki meg fogja kérdezni, hogy mi a véleménye a magyar embereknek arról, hogy a szankciókat folytatnunk kell-e, meg kell állnunk, felül kell vizsgálni a szankcióknak a kérdéskörét, és még egy dolgot hagyd tegyek ide, a mai parlamenti viták kapcsán az egy nagyon negatív és rossz érzés, amit a baloldal próbál vetíteni, már pedig az, hogy ők ezt a nemzeti konzultációt és ezzel kapcsolódóan a magyar emberek véleményét nem tartják sokra, nem értékelik, nem becsülik meg ezt a fajta intézményt. Hát azt mondják, hogy ez egy politikai fegyver csupán, ugye ez az egyik fő ellenérv. Nekünk pedig az a véleményünk, hogy érezhető a brüsszeli elitnek a nem törődömsége, érezhető az érzéketlensége, és nem foglalkoznak azzal, ami az Európai Uniós állampolgárokat, a magyarokat is minden nap foglalkoztatja, az pedig az energiaárak, az infláció kérdésköre. Ezért nekünk fontos ehhez az intézményhez ragaszkodnunk. Azért az látszik, hogy Oroszország teljesen lenullázta a kapcsolatait az Európai Unióval, hogyha végre véget ér a háború, és valamilyenféle megegyezés születik Ukrajna és Oroszország között, akkor ugye az Unió miközben teljes mértékben lezárja szinte a kereskedelmi kapcsolatait Oroszországgal, az energiahordozók azért jöhetnek? Tehát itt van egy furcsa ellentmondás, azért kérdezem. Én azt gondolom, hogy az energiahordozók kérdése az egy olyan terület, amiben meg kell találni a közös hangot. És látjuk, hogy milyen... Én azt gondolom, hogy Oroszország ilyen szempontból, a gázellátás szempontjából kulcsfontosságú tényező. És arra fogunk törekedni, hogy az elkövetkezendő időszakban, és ez nyilván kapcsolódik megint a szankciók kérdésköréhez, hogy eljussunk oda, ami Magyarországnak egy nagyon fontos célja lenne, hogy a békét és a háború mi hamarabbi befejezését szorgalmazzuk az Európai Unióban, mert azért még egy dolgot hagyd tegyek hozzá. Ursula von der Leyen nagyon keveset hallunk tőle a békéről, nem a békének a megvalósítását célozza meg, és ezt látjuk a hazai baloldalon is, hiszen azért alapvetően a baloldalról el kell mondani, hogy szankciópárté. Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc, Márki-Zay Péter, Orosz Anna, sorolhatnám azokat a neveket, akik kiálltak azon szankciók mellett, amik az energiaválságot okozzák. Tehát ez egy éles, most ez egy nagyon éles vita, és ez a mai parlamenti napunkat is jellemezte, hogy a baloldal továbbra is támogatja a szankciót, mi pedig azon az állásponton vagyunk, hogy ezt nagyon sürgősen felül kell vizsgálni, és annyit hagy mondjak el, hogy október közepén kerülnek kiküldésre a nemzeti konzultációhoz kapcsolódó kérdőívek.
postai és online úton is ki lehet őket tölteni, vagy vissza lehet küldeni. 7 kérdést tervezünk, és egy kérdés pedig a gázszankciókra fog vonatkozni. Azért az is látszik, hogy ha már a békét említette, és a szankciós politikát, hogy ugye Franciaország is szállít fegyvereket, ugye Németországtól is folyamatosan a legújabb típusú fegyvereket követelik az ukránok. Tehát úgy tűnik, hogy egyik lépés sem a szankciók mellett a fegyverszállítás sem a békét erőltetni. Ez egy elhúzódó, hosszú háború lesz. Hogyan reagál erre az Unió, hogyan reagál erre Magyarország? Mert a gazdasági hatásai beláthatatlanok. Az elkövetkezendő időszak olyan szempontból is fontos, hogy melyek lesznek azok a tagállamok, amelyek képesek lesznek bátran beszélni a szankciónak a káros hatásairól. Ez egy kulcsfontosságú dolog. A másik pedig, hogy kapjunk egy olyan erős támogatást a magyar emberek részéről, a nemzeti konzultáción keresztül, hogy ezzel a felhatalmazással legyünk képesek megvívni a hazai és adott esetben a nemzetközi várható vitákat, mert erre vonatkozóan biztos, hogy lesznek viták. És még egy dolgot azért hozzá kell tennünk, Oroszország számára a szankciók 158 milliárd euró bevételt hoztak. Ebből 86 milliárdot az Európai Uniós polgárok fizettek ki. Ezek tények, és ezeket a tényeket át kell gondolnunk, és ahogy miniszterelnök úr hangsúlyozott, ha van arra politikai mozgástér, hogy a hibás döntéseket felülírjuk, különösen olyan hibás döntéseket, amelyet a brüsszeli elit hozott meg, akkor ezt tegyük meg, és az elkövetkezendő időszakban azért is koncentráljunk a szankciók kérdéskörére, mert ha most nem tudunk tőlük megszabadulni, akkor az a szankciós felár, amit az energiaválság következtében fizetünk, az hosszú évekig itt marad Európában, már pedig az a cél, hogy az Európai Unió gazdaságát újra tudjuk indítani. És ha már az unió gazdaság, ugye az uniós források kérdése kapcsán a parlament elfogadta ezeket a törvénymódosításokat, mit gondol, ugye azért az látszik, hogy egy nagyon hosszú tárgyalási folyamatban van Navracsics Tibor is, Varga Judit miniszterasszony is, és hát az is kérdéses, hogy mikor, hogyan érkeznek ezek a források. Ezek a törvénymódosítások elegendőek lesznek a brüsszeli, mondjuk az Európai Bizottság számára? Én a törvénymódosítások kapcsán itt szeretném megköszönni azoknak a minisztériumi dolgozóknak, akik ilyen rövid idő alatt képesek voltak elkészíteni a törvényjavaslatokat. Ezek széleskörű választ adnak a bizottság kéréseire, a bizottság által felmerülő aggályokra, és egy nagyon komoly víziót vetítenek arról, hogy ezt stratégiailag a magyar kormány hogyan kívánja megvalósítani. Rövid határidővel kellett dolgoznunk, ezért a parlamenti munkának is ez most egy nagyon fontos része, hogy ezek a törvényjavaslatok elfogadásra kerüljenek, hiszen ha egyetlen határidőt mondok, akkor november közepén az integrációs hatóságnak már fel kell állnia, úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy a bizottság kéréseinek minél hamarabb meg tudjunk felelni, ezen dolgoznak a kormánypárti országgyűlési képviselők. És ez elegendő lesz a brüsszeli vezetőknek? Mivel új feltételt már nem támaszthatnak, és a jelenlegi törvényjavaslatok az általuk javasolt 17 feltételi intézkedésre adnak választ, ezért azt gondolom, hogy igen, hiszen ez egy hosszú tárgyalási folyamatnak az eredménye volt. Azért kérdezem, mert hogy Lengyelország esetében is ugye ugyanez a probléma állt elő, hogy szóba megegyeztek, elvileg minden rendben volt, és utána mégsem jöttek az uniós források, amire ígéretet kaptak, lett is belőle nagy felháborodás. Ez a veszély fenyeget minket? Én azt gondolom, hogy mi olyan szempontból egy tisztázott, vagy egy tiszta helyzetben vagyunk, hogy tudjuk, hogy mik az elvárások, és hogy ehhez milyen szükséges módosításokat kell megtennünk. Ezen sokat dolgozott a magyar kormány, hogy az ideológiai vitákból átforduljunk a szakpolitikai irányra. Tehát én azt gondolom, és az a véleményem, hogy ez egy tiszta helyzet, ezt mi jogszabályi környezettel meg fogjuk teremteni, és az egy különösen nagy érték, hogy ebben az időszakban, amikor a jogállamisági viták terhe a vállunkon volt, és a baloldal azon dolgozott, hogy nyomást gyakoroljanak a bizottságra, a bizottság következetes volt a tekintetben, és arra koncentrált, hogy menjünk mindkét partner, mindkét fél a megegyezés irányába menjen. Jó, ez Hajnalka, köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm.